Végre elérkezett a pillanat. Van időm felvenni, elkészíteni neked ezt a videót, amit az előzőben ígértem. Remélem nem túl hangos a repülő, vagy bármi, de nem halogathatom tovább, hiszen elhoztam azokat a magyar kisvállalkozókat, akiket én tiszta szívből, önzetlenül, szponzoráció, reklám, PR csomag és minden egyéb mentesen szívem legmélyebb szeretetével tudok ajánlani, amiket én támogatok, és amikért oda vagyok. Úgyhogy szeretném leszögezni. Ömlengés a köbön, határtalan lelkesedés, tetőfokára hágó hangulat, és ki tudja, mi minden lesz még a mai videóban, mert olyan téma ez nekem, és olyan kapcsolódások, amikért repes a szívem. Igyekszem majd az én saját kapcsolódásomat is, a saját történetemet is megosztani az egyes márkákkal kapcsolatban, mert szerintem ez így igazán valós. Kezdjük is azzal az ékszerrel, aminek a párját az előző videóban már láthattad. Íme. Vanda Ferenc csodálatos, lenyűgöző és bámulatos alkotásokat készít messziről, tényleg messziről. Kiszúrom, ha valakinek ez az ékszer van ott a fülében. Egyszerűen rabul ejtett az én szívemet. Íme. Megmutatom közelről. Narancssárgának látom a felvételen keresztül. Piros. Jó? Ferrari piros. Hidd el nekem. Így néz ki. Ilyen hajlított. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A hátulja. Kiveszem. Mert ezt látni kell. Olyan szinten vonza a tekintetet, hogyha fölveszel egy ilyen ékszert, akkor számítanod kell arra, hogy így nem tudják az emberek, hogy miért, de így rád mered a pillantásuk. Hát én már tudom. Ő. Ő az, aki miatt ez megtörténik. Minden elérhetőséget berakok majd a videó leírásába, úgyhogy meg lehet nézegetni mindenkinek a saját oldalát. Nyilvánvalóan sokkal professzionálisabban prezentálja mindenki, mint amit én itt elő tudok adni. A következő. Mivel ezt a videót egyszerre veszem föl, most nem fogtok annyiféle frizurával és mindenféle megjelenéssel látni, mint az előzőben, de azt mindig az adott napon vettem föl, amikor olyan ruha volt rajtam, amit turkálós vagy bárhogyan máshogyan másodkézből szereztem be. Most viszont kifejezetten ezt a videót jöttem ki leforgatni, úgyhogy nem öltözködök, maradjunk az ékszereknél. Az lesz a baj, hogy bár szerintem egész szép szókincsel rendelkezem, de el fog fogyni, mert ezek az emberek, na mindegy. Ha létezik ötletes, gyönyörű és lenyűgöző alkotás, akkor az Szász Károly döbbenet. A művész úr. És művész úr a szó minden értelmében. És azok a dolgok, amiket készít, komolyan mondom, hogy nem lehet elmenni szó nélkül mellette. A gyűrű közepében egy buborék és egy icipici gyémánt járja táncát. Ez a gyűrű a Napi Air kollekcióból való. Itt látszik ugye a Szász Károly felirat. Ez egy picit nagyobb méretű, és ennek a tetején ilyen részek találhatók. Íme, messziről, ő az egyik. És hát a szívem másik kedvence, a kék. És ahogy csillan rajta a fény, annyiféle szín, annyiféle visszaverődés és tükröződés,
egyszerűen mulatba ejtő, és nem lehet unatkozni, hogyha ez az újadon van, mert így mindig rá pillant az, hogy éppen vajon merre járja vándorútját a buborék, illetve a benne található kis gyémánt, és amiért nekem különlegesen kedvesek ezek az ékszerek. Mind a kettőt a férjemtől kaptam. És mielőtt az öltözkedésbe belefognék, mutatnék egy másik kiegészítőt is, ami szintén a második az én életemben. Az elsőt 2017-ben vásároltam és tavaly cseréltem le. Az év 365 napjából szerintem 300-at biztos, hogy azt hordtam. Egyszerűen a tökéletes táska volt számomra. Nekem az, hogy hátizsákként tudok holmikat magammal vinni, óriási segítség, úgyhogy szintén egy hátizsákot választottam. Esős idő van, úgyhogy még nyomokban lehet, hogy foltokat tartalmaz, mert nem tisztítottam le. Íme, amit Enyedi Zsuzsi Ezsubex készít. Ez a közepes méret, a másik pedig a nagy volt. Egyszerűen tökéletes, és a kedvencem a hátulján található cipzár, ahova ugye az értékesebb dolgaidat így el tudod rejteni, majd a hátadra kapod, és tudsz rohanni a 4-es-6-os után. Ide az elejére ezekből a rátétekből különböző mintákat lehet választani. Nekem az előzőn egy szarvas volt, és erre a feketére pedig egy rókát választottam. Elképesztően jó minőségű, nagyon tartós, és mi sem bizonyítja jobban, hogy mikor az előző elhasználódott, eszem ágában nem volt mást keresni. Tudtam, hogy Ezsubex lesz a következő darab is. Most pedig következzenek a ruhák. És azért ezzel kezdek, mert ez az a márka, a Nonplus, amiből a legtöbb darabot vásároltam. Miután az élet elintézte, hogy a magas sarkúkat likvidálnom kell az életemből, éreztem, hogy valami olyan stílus után kell néznem, ami nem igényli a magas sarkút, mégis egész jól tükröz engem. Egy kicsit vagány, egyedi, de mégis nőies, és olyan nem túl hétköznapi. Ezt kérem, totál teli találat. Nézzük! A legtöbb ruhaanyaga kellemes, pamut, és egyszerűen jó benne lenni, jó hozzáérni. A márka szlogenje, less is more. A kevesebb, több. Bár ez a mintás overall ennek talán pont az ellenkezőjét sugallja, de a legtöbb darab egyszínű, egyszerű, letisztult, viszont rengeteg különleges kollekcióval, illetve akcióval szoktak készülni a lányok, és igazán egyedi fazonok, egyedi megoldások, és nagyon szerethető és jól hordható ruhák kerültek a gardróbomba, mióta hányba vajon? Fogalmam sincs. Sok-sok évvel ezelőtt megismertem ezt a márkát. Kötött, akkor szüel. Ez a ruhadarab ikonikus az életemben és a szekrényemben is. És ez volt a legelső, amit magyar tervezőtől szereztem be, és végtelen boldogság volt a szívemben. Egyrészt ez a színösszeállítás szívemnek végtelenül kedves, másrészt az az érzés, ami akkor átjárt, hogy nem csak, hogy egy szép és különleges ruhadarabom van, hanem valakit segítettem, aki itt él a kis hazánkban, és azon dolgozik, hogy csodákat alkosson. Emlékszem, hogy ezt a ruhát még a Fashion Street-en lévő boltban vettem, és hát odáig voltam meg vissza. Ezek a kötött ruhák a magamfajta vasalni kicsit kevésbé szerető nők legjobb barátai, pláne, ha utazásról van szó. Nem kell rá vigyázni, óvatosan hajtogatni, gőzölőt cipelni.
berakod a bőröndbe, úgy, ahogy éppen sikerül, az se baj, ha összegyűröd. Tökéletesen néz ki. Úgy fest, mintha mindig is páfán lógva állt volna a szekrényben, vagy épp most vasaltad volna ki. Egyszerűen pazar. Ha tudom, hogy olyan helyre utazok, hogy nem lesz lehetőségem vasalni, akkor tuti, hogy ilyenekkel tömöm tele a podgyászt, mert ez valami elképesztően fantasztikus. Apropó, így szeretném megjegyezni. Nem hoztam ide ki, mert elfelejtettem, de majd valahogy megoldom, vagy teszek be ide képet, hogy az előző videó meg e között van ám egy csodálatos kapocs, ugyanis egyszer az egyik turkálóban egy fekete szüerruhát turtam, és a charityben pedig egy non plusz szoknyát. Mondanom sem kell, hogy határtalan öröm volt megtalálni mind a két ruhát, hiszen a kedvenc márkáimból sikerült lecsapni olyan helyen rá, ahol nem feltétlen számítasz erre. Ettől a ruhamárkától csak egyetlen ruhám van. Azaz lenne, hogyha nem Arton Mee-ről beszélnénk. Ugyanis ennek a kis szerkezetnek, illetve a ruha kialakításának köszönhetően 1, 2, 3, 4, 5, 6 számtalan variáció áll lehetőségedre, és csak a képzeletet szabhatárt annak, hogy hova csatolod, hova kötöd, és milyen módon viseled éppen az adott ruhát. Az egyik kedvencem, amikor még Covid volt, és az utcán is maszkot kellett fölvenni, maszkban, ebben a ruhában mentem a városban, és az éppen frissiben kinyitott vendéglátó ipari egység mellett vonultam, majd hallottam, hogy a hátam mögött két férfi így beszélget, és mondja az egyik, hogy milyen helyes kis nő volt, mi lehetett, arab? Na hát kérem, mutatom az arab szetteket. Miket lehet összevarázsolni ebből a ruhából? Illetve a felső részét most nem fogom variálni, de megmutatom az alját, és rögtön látni lehet, hogy mitől nagyon klassz és szerethető ez a ruha, illetve ez a márka. Jaj, nem jön le! Összes közül talán ennek a ruhának a története a legkülönlegesebb, ugyanis egy ismerős házaspár megálmodta a Cloud 7 márkát. A ruhákat kizárólag egy pop-up vásáron lehetett megvásárolni, amivel a céljuk az volt, hogy egy olyan találkozási pontot hozzanak létre, ahol emberi értéket kapunk, beszélgetést, együtt töltött időt, mintha egy nappaliba mennél be. Minden ruhának külön története, külön mottója van. Közben már bekapcsol a lámpa itt a mozgásomra, mert mindjárt rámesteledik. Szóval bocs a fényekért. A Famous Enough elég híres motto, a mai social media áztatta világban. Azt gondolom, nem kell túl sokat magyarázni, hogy mire is óhajt utalni. Mindig kintről várjuk a megerősítést, hogy igen, igen, ez az én jó vagyok. Wow, vicces ez. Szóval, hogy engedd el, elég híres vagy abban a körben, amit rád bíztak. És minden eszköz a kezedben van ahhoz már most, hogy megváltoztasd a világot, mert minden hírneved megvan hozzá. És nagyon klassz érzés tudni ezeket a történeteket, hogy mit álmodtak ők a ruhák mögé, hogy mi volt az az indítatás, ami életre hívta ezeket a ruhákat, és olyan különleges volt a pop-up vásáron vásárolni, amikor láttad azt, hogy a barátok, az ismerősök ott voltak, beszélgettek, volt házilag készült isteni finom sütemény, és tényleg olyan családias, baráti hangulat volt, és azt érezted, hogy wow,
Te most itt egy jó helyen vagy. Nagyon klassz ügyet szolgálsz, és klassz üzenetet hordozol. És itt összekapcsolnám ezt a ruhát a következővel, ami egyben az utolsó lesz, ugyanis a házaspár hölgy tagja, Johanna mutatta nekem az utolsó márkánkat. Ha ebben nem támad kedved királylánykodni, akkor semmiben. Van ám hozzá ő is, ha tetőfokára hagynál csinoskodás tekintetében. Az utolsó állomásunk a kafi, ami egy új dimenzió az én életemben. Erre a ruhára, onnantól kezdve, hogy Johanna megmutatta nekem, hogy egyáltalán létezik, én több mint egy évet spóroltam arra, hogy nekem legyen egy ilyenem. Sokszor még a turkálóba is úgy mentem be, hogy inkább visszateszem ezt az 500 forintos bármit, és elteszem oda abba a dugi borítékba, amiben a kafimra gyűjtök. Mert annyira végtelenül tetszett, és egyszerűen belehabarodtam. Olyan jó érzés volt ilyen sokáig várni rá. Készítettem már arról videót, hogy türelem. Hogy milyen az, amikor dolgokat vársz. Hosszú időn keresztül vársz, és van mire készülje. És valahogy ez a hosszúra nyúlt várakozás adta ennek a ruhának a még különlegesebb izgalmát. Ez a minta, ez az anyag, ez az esés, illetve az olyan apró részletek, mint a bojt, amikért egyszerűen oda vagyok. Ha tehetném, én ebbe is aludnék. Ugyan? Megtehetem. Nem fogok ebbe aludni. Ezért csak azt akartam mondani, hogy annyira kényelmes, és annyira jó érzés a testemnek, és úgy egyáltalán teljesen egyedi, az anyagok Indiában kézzel nyomtatva készülnek, és itthon magyar varrónők, szabók a te méretedre igazítják az alapruhadarabot, ami az én esetemben egy kincs. Ugyanis az én mérföldes hosszú lábaimmal hiába veszem meg a boltban az L-es méretű ruhát, nekem az is kb. Lábszár középig ér, mert annyira hosszú a lábam. Na most ez, mint láthattad, végre leér a földig. Esélyszem. Ha van neked is olyan magyar tervező, akiről úgy gondolod, hogy meg kellene ismernem, azt írd meg nekem, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ki mit talált meg, mit fedezett föl, hiszen például ez a ruha is ajánlás útján került hozzám, mert én addig még nem hallottam róla, még Johanna meg nem mutatta nekem. És gyerekek, az az egy óra, amit én ott tölthettem Maxinnal, aki ezt az egészet kitalálta és megálmodta, hogy bemégy a boltba, és elmagyarázza neked, hogy jött ez az ötlet, hogyan készülnek a ruhák, megnézheted, hogyan nyomják az anyagokat, kiválasztod, megnézi a méretedet, és olyan személyisége van, hogy receptre írnám föl minden nőnek, hogy egy órát eltölthessen ott. Annyi pozitív impulzust és töltetet kap, az valami lélekemelő. Egy lepke, ezektől be vagyok szarva, azt hiszem jobb lesz, mielőbb bevenni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, legyen csodás, 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 csodás napod. És kérlek, hozd meg velem, hogy neked milyen hazai kis vállalkozók a legnagyobb kedvenceid.